A negyedik alkalom újabb, épít, újabb művészeti ágról, újabb területről szól az építészetről. Eddig ugye irodalomról, filmről és zenéről beszélgettünk. Az építészek, illetve hát az építészeten foglalkozó egyéb szakmák képviselői azt gondolják, hogy az építészet érint a legtöbb embert a művészetek közül, ezzel nyilván a jelenlévő irodalmárok, zenészek és más kollégák erősen vitatkoznak. Most ugye a sorozat eddigi alkalmaihoz híván egy egészen friss munkáról fogunk beszélni. Ez pedig a Mátra Berebé Szentkúti Zarándok Központ egyházi vagy vallási nevén nemzeti kegyhely. Ezt szeptember 5-én szentelte föl Erdő Péter Bíboros úr. Az építkezés természetesen hosszú ideig húzódott, az építészetnek ez a sajátossága, hogy hosszú tartamok, hosszú időtartamok vannak benne, nem születnek néhány hét alatt építészeti művek, legfeljebb a számítógépben. De a valóságos építészeti művek mindig egy társadalmi játékból, ahogy a Makaj címre mondta, egy dráma során születnek meg. Tehát erről a műről fogunk ma beszélni Nagy Tamással, akinek most át is adom a szót. A képen Joseph Biles látható. Ez egy képeslapnak az egyik oldala. A lapot Makovec Imre küldte nekem 1986 végén, mielőtt kimentünk volna New Yorkba. Imre nem örült, hogy Amerikát választottam a Makona helyett. Évek óta tartó barátságunk és alkalmi együttműködésünk után váratlanul érte döntésünk. A képeslap másik oldala, a következő szöveggel. Az elnyomás valóban az, hogy soha nem magunk jövünk magunk elébe, hanem a bankárok és fajgyűlölők rohadt tárgyai. Minden helyet kitöltenek az áruházak, a műtyürök, autók, ajándékok, felhőkarcolók, fegyverek, akármik, csak hogy mindenütt ezek legyenek ott. S ne mi egy helyen valahol, amint éppen jövünk szemben, és minden megvilágosodhat. Aláírás Makovec. Az írásból nem csak a csalódottság sugázik, de egy éles kritika, ellenérzés az akkor még csak éppen kibontakozó globális kapitalizmus ellen. Imre aztán megenyhült, három éves kintartózkodásunk alatt gyakran leveleztünk. Akkor még nem volt internet. Amikor az Amerikai építészövetség tiszteletbeli tagjává választották, ki átvenni az elismerést, Pár napig nálunk lakott New Yorkban. Élesen emlékszem csípős szavaira, na, akkor most mutasd meg a te New Yorkodat. Még kintétünk alatt sikerült kiáltást csinálni Imrének a Storefront galériában, New York legmenőbb építészeti kiállítóhelyén. Az utóbbi időben egyre többen érdeklődnek Makovec Imréhez való kötődése, mer felől. Röviden csak annyit mondanék, Végtelenül hálás vagyok Imrének, hogy kinyitotta szemem a világra, hogy az építészet nem csak építészetből táplálkozik, hogy az építészet inspiráció az élet legkülönbözőbb területeiről érkezhet. Egy rövid vetítés gondoltam most, munkáimból villantok fel tizet, nem kell megijedni, munkánként egy perc, beidézve a legmeghatározóbb inspirációkat, melyek iránytűként segítettek a tervezésben. Ez egy tipikus New Yorki kép, ez a tűzivíztározó tartály, rettenetesen megragadtak engemet, és csomó ilyen képet csináltam. És volt egy ilyen kis munkám az irodámban, ahol egy kis irodaházat kellett volna terveznem, és elhatároztam, hogy a, ezt a tűzivíz ezt az épület sarkára, mint egy ilyen ikonikus elemet, hát megpróbálom elhelyezni, és erre mindenféle vázlataim születtek. Természetesen a főnökeimnek nagyon nem tetszett ez az ötlet, még a megszelidítettebb változat is tulajdonképpen kiesett a sorból, úgyhogy ez úgy, ahogy van, elszállt ez, a, ez az ötlet. Ezek az érdekes építmények Észak-Portugáliában láthatók egy Szoázsú nevű faluban, gránitból készült termintárolók. Ez egy nagyon szegény vidék, ezekben a tározókban tárolják azt a kevés érelmet. Ugye különösek ezek a lábak, ezek azért ilyen gomba alakúak, mert itt tudják megakadályozni, hogy a patkányok följussanak a kajához. Ezeket nem csak azért fényképeztem le, és azért vetítettem ide, mert nagyon <kül> szépek, hanem abban az időben dolgoztam a Regnum Marianum tervpályázaton, és nagyon megtetszett ezeknek a építményeknek az üzenete, hogy a, a félteni való kincset a földtől elkölemelni. Ugye nyilván ismerik a teremben ülők a Regnum Marianum történetét, ugye Rákosi leromboltatta ezt a nagy templomot, és helyette kellett, egy terpályázat volt, helyette kellett egy kápolnát tervezni, és azt gondoltam ezekből a tározókból kiindulva, hogy mindenképpen el fogom emelni a kápolnát a földtől, és egy ilyen betonépítményt terveztem alá. Itt van a modellje, a pályázatot megnyertük, de sajnos aztán mégsem lett belőle építés, nagyon sajnálom. Ez a terv már megvalósult, a Dunajvársi Evangélikus Templom. Ugye ezen a kis makett fotón jól látszik, hogy egy, egy, tojás alakú kertben áll ez az épület, és részben az épület is fölveszi ezt a, ezt a fazont. Tehát itt a tojás, mint az újjászületés hát, szimbóluma volt egy meghatározó dolog. És ugye egy evidens hivatkozás volt, inspiráció az erdélyi erőtemplomok, rengeteg protestáns erőtemplom van Erdében, hál' Istennek még állnak. Ezeknek a mintájára jött létre az a, az, az elgondolás, hogy egy kerített falba legyenek elhelyezve a különböző funkciók. Meg kell említenem, mint inspirációs forrás ezeknek a mezőgazdasági építményeknek, magyarul vernakuláris építészetnek a fontosságát, Számomra ezek állandó inspirációs erőt jelentenek. Ugye jól lehet látni a direkt összefüggést, például ez a lábas gabonatároló, illetve szénatároló. Az épület belsejében is ugyanezek a formai elemek, illetve hát építészeti fogások láthatók. Itt ezen a képen jól lehet látni ezt a pajta effektet, ahol a az épület délnyugati homlokzatáról bevetül a fény a templom belső terére, és ugye ennek az alap, alap forrása tulajdonképpen ez az élmény, ami egész kisgyermekkoromban hát, megtalált engem. Külön megemlíteném még a mondjuk a kora evangélikus templomokat, amik nagy része fából készült, Ezeknek is egyenlően egészen különös architektúrája volt, főleg a nyugat-magyarországi környéken látni ilyen gyönyörű példákat. Ez az Aszódi gimnázium, aminek a bejáratánál található ez a csonka-torony, itt csak ezt az egy inspirációt mutatnám meg, amúgy egy viszonylag nagy létesítmény, és a gimnáziumnak az igazgatója, az egy csillagász, és azt akart, hogy legyen egy planetárium az épületben, meg legyen egy olyan torony, ahol egy tárcsövet elhelyezve 360 fokba lehet nézni az eget. Hát ezt a tornyot megkapta, aminek az inspirációja az Assisi Szent Ferenc Bazilika Együttes, Kolostor Együttes. Ezeket a jó kis rajzokat nem én csináltam, hanem Louis Kahn, aki szintén nagyon vonzódott ezekhez a itáliai csonkatornyokhoz. Az ő építészetében is nagyon direkt mondom látni ezeknek a hatását. Ez a Balatonboglári templom, ami egy ilyen kőkerített templom szintén, hát ennek a fő inspirációs forrásaként a sékereket hoznám szóba. A sékereket talán sokan ismerik ebben a teremben. Röviden annyit, hogy egy Angliából, Észak-Amerikába mondhatnánk azt, hogy menekült vallási szektáról van szó, akik aztán különböző helyeken telepedtek le, ilyen vattáncokat jártak, ez volt a ez volt a szombatesti mulatságuk, és ez például egy nagyon szép példa arra, amit szeretnék felhozni, ez a Massachusetts államban, a Hancock Village-ben épült egy ilyen kis város tulajdonképpen, ahol egy ilyen kerek pajtát építettek, és sok szempontból rokon ennek az épületnek a belső terével, ugye itt is egy teljesen fakupolás rendszerről van szó, és ez a, ez a kerek pajtának a belső szerkezete, a templom belsőből néhány kép. Itt külön fölhívnám a figyelmet a butorok és a, mondjuk a karzat és az asztalos munkáknak az egyszerűségére. Az egyszerű, de mondhatnánk azt, hogy viszonylag precíz munkára, ami mindenféle díszítettség nélkül azért sugároz egyfajta szépséget megrendet és ezek a butorok is nagyon közel vannak a séker világhoz. A séker belsők, most néhányat mutatok ezek közül, végtelenül egyszerűek, de igen gondos munkák, ezt mind ők csinálták egyébként saját kezüleg, és iszonyú sok finom részlete van a munkáiknak, amire most nincs idő kitérni, de mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Ez az épület a hungarok kontroll... Épülete, itt ez a magyar légirányításnak a központja. Az egyik dolog, amiről, amit szóba szeretnék hozni, ez a, ez a pergola rendszer, ez egy parkoló fölött van. Ennek az inspirációja, az közvetlenül Portugáliából érkezett. Nagyon megragadott ez a, ez a hely, ez az Estufa Fria, ez a Lisszaboni botanikus kert, ami fölött egy ilyen árnyékoló rendszer van, és hogy fölérnek a növények, elkezdenek terjedni ezen a csudán, és egy ilyen nagyon jó, hatékony árnyékoló eredmény ez a dolog. Végül is az árnyékoló rendszeren landolt ez a dolog, ahol fölnagyított madártollakat szitáztattunk rá az árnyékoló rendszerre. Itt lehet látni ennek az egyik ilyen látványát még néhány képet mutatok ezekről. Ezek kívül belül elég érdekesen mondjuk így hangolják az épületet. Már is a Gödöllői Szent Háromság templomnál tartunk. Főhomlokzat kialakításánál volt egy elég hosszú keresés, és egy idő után a zeneiség irányába próbáltam ezt az egész ügyet vinni, mindenféle kottákat tanulmányoztam, és ilyen egészen bolondos ötletek is előjöttek, hogy esetleg kottát fölírni a az épület homlokzatára, míg nem bejött egy olyan inspiráció, amire egy közös workshop keretében leltem rá, Alexander Scrabin. Neve bukkant föl, aki egy orosz ö, származású zeneszerző, aztán az életében sokat csavargott mindenfele Európába. Kitalálta, ő jött rá arra, hogy a hangok és a színek között összefüggés van. Ez nekem nagyon-nagyon megtetszett ez az ötlet, és az épület fölholmuzatára egy gregorián dallamot írtam fel a Scrabin féle színkóddal. Csináltunk is egy egy igazi színes üveg modellt, ami a plébánosnak is nagyon megtetszett. Az egyetlen gond hogy rettenesen drága volt, mint lett volna. Lett volna, mert nem valósult meg. Úgyhogy a főhomzat maradt ilyen átlátszó üveges, és ez az ötlet átvándorolt a, a templom apszisába, ahol viszont ugyanezt a Gregorián dalomot fölírtuk színes üvegekre. Szóval hál' Istennek egy kisebb kiadásban megvalósult ez, a, ez az ötlet még egy kép az oldalkápolnáról, ami nem színes, viszont ugyanaz az egyszerűség látható, mint amit a sékereknél említettem. Egy esti kép, ezek itt szerzetesi olvasó, illetve író állványok, ami egy kiáltási installációknál szolgáltak inspiráció múl. csináltam egy kiáltást az ottani kortársépítészeti munkákból, és egy 16 méter hosszú pultot csináltam, pont ezeknek a szerzetesi állványoknak a mintájára, és egyetlen fénycsík világítja meg ezt a pultot, ahol a terveket és a fotókat kiállítottuk. Mindenkit érdekelt, hogy ez a dolog hogy működik, úgyhogy alá-alá pislantottak. És ez a furcsa dolog, ez az ostya készítő szerkezet, és hát gyönyörűek ezek a cuccok, egyszerűen elképesztők és ilyen finom sajtolásos munkával állítják elő a Szentostyát. És marad egy ilyen maradék anyag, amit a feleségem, a Lovas Ilona már régóta használ a munkáihoz, és én régóta nézegettem ezeket otthon a műtermében, és mindig is úgy, úgy, úgy kíváncsi voltam, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Egy-két munkát vetítek a, az ő munkáiból ezzel kapcsolatban. A lényeg az, hogy a Szentkuti Szarándok Központ egyik épületénél, a fogadóépületnél jött be végül ez a gondolat. Ennek az ostya korong maradványa képpen állt elő a fogadóépületnek az alaprajza, majd talán itt, igen, itt jobban lehet látni. Ez az a maradvány darab, itt az épület alaprajza, a 3D-s modellje, és ez már a valóság ezek a ostya cikkelyeknek a leképezése. Visszatérünk New a végén, és ez a kép, ez itt a jobb alsó sarokban lehet látni, ez egy csillagkép, ami Budapest felett 1956. október 23-án 17 óra 40-kor volt látható. Mi ezt az ötletet használtuk föl egy pályázatnál. New szeret volna, te szeretnének, és remélhetőleg meg is valósul építeni egy 56 emlékművet, és ennek, a, ennek az emlékműnek az alapötlete volt ennek a csillagképnek a felhasználása. A pályázatot megnyertük, úgyhogy remélhetőleg jövőre föl is lesz szentelve. A lényeg az, hogy egy gránit tömböt raktunk le a földre, ez a, ez a hátsó építmény is a része az emlékműnek, és tulajdonképpen ebbe a tömbbe raktam bele ezt a csillagképet. Az eredeti terv szerint ledek világítottak volna, de ezt nem engedélyezték a hatóságok, úgyhogy most úgy néz ki, hogy rozsdamentes haszéból lesznek ezek a csillagok megcsinálva. Hát röviden ennyi, nem tudom mennyivel léptem túl a megbeszélt időt. Akkor most megköszönjük, hogyha visszakapjuk a fényt, egy kicsit előbújjunk a a fél homályból. Kézenfekvő, hogy az zarándok hely épület együttesről beszélve, egyrészt elmondjam, hogy én személyesen érintve vagyok ebben a zarándok helyben, amelyben itt tartottuk az esküvőnket néhány éve. Így aztán biztos, hogy nem leszek tárgyilagos. Úgyhogy aki tudományos tárgyalagoságot vár, az ne engem hallgasson. De azért ez a szeretet, amivel én ezt fordulok, ezt talán segít abban, hogy ott is meg tudjak mutatni, illetve másból kikérdezni, amit egyébként rejtve egy maradna. Arra volnék kíváncsi elsősorban, és először is, hogy te más zarándokhelyeken, építészetileg jelentős zarándokhelyeken jártál le, illetve hogy milyen élmény nyújtottak ezek neked? kettő ilyen helyen voltam életemben, Medzsugorében és Fatimében. Fatimében, Fatimében. Fatimában, Fatimában bocsánat, ne arra úgy. Fatimában. Mind a, kettő, mind a kettő nagyon mélyen megérintett. Fatimában többször is voltunk. Hát elsősorban nem építészetileg persze, mind a kettő inkább azt mondanám, hogy, hogy tehát nem elsőrangú építészeti, építészeti remek művek állnak ezeken a helyeken, de, de amúgy így a szellemiségében és ő lelkületében meg, meg egészen megrázó mind a kettő. Fatimából elmondok egy pár ilyen, ilyen könnyen, talán könnyen, könnyen elképzelhető dolgot, ami úgy, úgy teljesen szíven találta az embert. A, ugye itt mindenhol őrült sokan vannak, tehát a világ minden részéből érkeznek, és a, a templom előtt van egy nagyon hosszú kő járda, és ez ilyen tükörsima. És az azért, azért tükörsima, mert az arándokok egy része az a zarándok útjának a végét ezen a tükörsima, kőjárdán fejezi be, és azért tükör sima, mert letérdelve csúsznak, másznak ezen a, ezen a kőjárdán, és tényleg azt a hogy csillog-villog. Hát ez nagyon, nagyon megfogja az embert. Hát olyan, olyan mécses égető helyük van, ami akkor, mint ez a félterem, és ilyen annak is a szaga, meg, a, meg, a, meg az állandó tűz, szóval mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki ezt a, ezt a, ezt a dolgot. Medjugorje egy, 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 ilyen hát igazi balkáni hely, de ott például a leg, leg maradandó élményem az a hegy, amire így fölmentünk, ilyen tényleg sokan mezitláb véresre sérlet lábakkal, mi is egy csomó követ elhoztunk. Szóval ezek, ezek fontosak, ezek az elemi élmények, amik így, így fizikálisan is, meg lelkileg is megérintik az embert. Hát nem tudom, hogy Szentkut valaha ilyen népszerűségnek fog-e örvendeni. Ugye amúgy a cél nyilvánvalóan ez, hogy, 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 hogy emberek, tehát több embert csalni. Ugye mindig az egy nagy kérdés, és a, úgy tűnik, hogy ezeknek a ezeknek a, ezeknek a nagyon komolyan beimádkozott helyeknek nem lehet elvenni a, az atmoszféráját. Tehát az ember attól fél, hogyha, hogyha, itt sok százezer ember jelenik meg, akkor esetleg már tönkre megy valami. Úgy néz ki, hogy nem. Igen, én azt hiszem, hogy a zarándok helyek a két jellegzetességgel rendelkeznek, hogy magán a helyen is történt valami, de a legalább ugyannyira fontos az, amit az emberek oda visznek az időkön keresztül, mondjuk évszázadokon keresztül. Ez, amit úgy mondasz, hogy ott átimádkozott helyek, tehát egy-egy szenté, vagy egy, vagy egy szent hely, egy megjelölt pont, oda viszik az emberek a saját lelki terhüket, örömüket, és hogy ez a lelki ez mennyire valóságos hatóerő a világban, azt is mutatja, hogy valami módon ott marad ezeken a helyeken. Az a pillanat, amikor le tudja tenni valaki a lelkének a terhét, vagy az örömét Isten elé, az, az megjelöli azt a helyet. Mi úgy mondjuk, hogy megszenteli. A Szentkuton, a Szentkuti felújítás kapcsán biztos tudod, hogy a, voltak olyan hangok a, a hívek körében, hogy minek itt modernizálni ezt a helyet. Ugye ez egy nagyon kedves kis vidéki ilyen falu, Sivagy falun kívüli erdei, erdőmélyi kis zarándokhely és templom volt. Minek ezt modernizálni, majd akkor ide jönnek a turisták és tönkreteszik. Minek ide a sok pénz, a pénz eleve rossz és tönkreteszi a, a, a lelket. Én azt hiszem, hogy ezt el tudta kerülni pompásan ez a, ez a, felújítás, ami én úgy látom, hogy ez az építész érdeme is, de a, de a megbízói is. A második kérdésem arra vonatkozik, hogy, hogy milyen volt a te kapcsolatod a megbízóddal, a katolikus egyházzal, a Ferences renddel, ugye ezt a Ferences rend működteti, ezt a zarándokért, illetve hát konkrétan Kálmán Peregrin atya, aki most a kegyhely igazgató, volt a te társad az építkezésben végig. Ha erről mondanál ilyen szót. Hát el is speciális, mondjuk ilyen megbízó és tervező viszonyról kell itt beszélni, mert tulajdonképpen egy ilyen komoly barátság előzte meg ezt a megbízást, tehát Pasaréten sok éven át Peregi nagyja ott szolgált, mi meg ott laktunk pár száz méterre, és tehát rendszeresen találkoztunk, sokat beszélgettünk. Ő egyébként művészet történész végzettségű, tehát különösen érdekelte, hogy mi mit csinálunk, úgyhogy kiáltásunkat nyitott meg, meg tényleg követte a tevékenységünket. A Ferenc, ezt talán nem mindenki tudja, a Ferenceseket időnként elhelyezik. Ez a filozófiájuk része. Ugye a, vannak olyan rendek, például a ciszterek vagy a bencések, akik valóban bevonulnak, és akkor valószínűleg ott lesznek eltemetve. A Ferencesek nem, őnek az, őnek az, a, az, a, az a hozzáállásuk a, így a dolgokhoz, hogy nem szabad sehol sem megragadni, és egy ilyen 5-6 évenként ilyen körforgásszerűen egyik helyről a másikra helyezik őket. Zarándokolnak. Zarándokolnak, igen. Ugye ez sokszor konfliktusokat okoz, mert ha valakit nagyon megszeretnek valahol, akkor az egy fájdalmas dolog, hogy mindkét oldalon, hogy, hogy mégiscsak el kell válni, de amúgy meg ők azért ebbe úgy benne vannak, tehát ez a vállalás része. Nos, Peregrin atya pont emiatt a művészeti érdeklődése miatt, érdeklődése miatt tényleg jól érezte magát pasaréten, és ilyen hideg zuhanyként érte őt a hír, hogy, hogy Szentkútra teszik. Ugye Szentkút akkor még főleg egy ilyen eléggé félreeső hely volt, és valóban hónapok teltek el, mire, mire, tehát még egyáltalán észhez tért, és azon kezdett spekulálni, hogy mi lesz neki a feladata. És egyszer csak szólt a szem fél év után, hogy már ott volt, hogy, hogy menjek le, és, és, akkor elmondta, hogy ő neki van egy víziója, hogy itt egy ilyen komoly 21. századi zarándok helyett álmodjunk közösen, ő hozta különböző ötleteket, és akkor hát a mondás az volt, hogy többen nincs egy filérünk se, bátran rajzoljunk le akármit. És tényleg ez történt, tehát ilyen, ilyen felelőtlenül, amiket mondott a peregrinokat, arra mind volt valami elgondolásunk most. Hát ide tesszük, oda tesszük, mint egy ilyen, mint egy ilyen játszóasztalon, és az az igazság, hogy ez a most már nyolc évvel ezelőtt lerajzolt hát álom lett tulajdonképpen megépítve. Nem volt ennyire sima a dolog, mert az első, az első években ilyen, ilyen rapszodikusan, tehát megvolt ez az alapötlet, és akkor a, Peregrin figyelte, hogy milyen pályázatokat írnak ki, ilyen EU-s pályázatokat, és amikor valamire úgy gyanította, hogy valamelyik részét ennek a épületegyüttesnek el lehetne sütni, akkor gyorsan megrajzoltuk az engedési tervét, és akkor beadtuk a pályázatot. <coughs> Sora nem nyertünk egyik pályázaton sem. Bocsánat, Tamás. Hosszú? Pillanatra hadd szakítsak Ezek szerint a Peregrin minden további nélkül elfogadta azt, amit te rajzoltál. Abszolút. Nem volt semmi Ire egy kis bőngyőrkét, oda egy kis ezt vagy azt. Tehát ez, ez pozitívan állt hozzá, és ezt így, ahogy volt elfogadva. Nagy, nagy, volt a bizalom. Ez az építés során egy kicsit már nem így volt, de, a, de, a, de, amikor még ez a nagyon tervezgetős, álmodozós időszak volt, akkor tulajdonképpen teljes mértékben hát, elfogadta azokat a építészeti elgondolásokat, amikről egyébként sokat beszéltünk, tehát ő értett ennek a lényegét. A lényeg egyébként az volt, hogy ugye itt van egy barokk templom és rendház, és ugye elég nagy volt a program, amit el akartak helyezni, és akkor én azt mondtam neki, hogy minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy a új építmények ne tegyék tönkre a, a meglévő sem a tájat, sem a meglévő barokk épületegyüttesnek a, hát az összhangját. Úgyhogy kvázi egy ilyen antiépítészetet próbáltunk csinálni. No, még visszaté, visszakanyarodva az előző dologhoz, tehát kezdett eléggé fárasztó és elkeserítő lenni a helyzet, mert sorra kudarcok éltek minket, és akkor tulajdonképpen két és fél-három évvel ezelőtt történt egy ilyen nagy ö, váltás, amikor ö, fölmerült annak a reménye, előbukkant annak a reménye, hogy ezt az egész projektet úgy, ahogy van, egy ilyen kiemelt uniós projektként megpróbálják hát elsütni, és erre a támogatást megszerezni. Nem részletezem, nagyon komoly háttér lobby munka folyt, ebbe Peregrin atyának elébűhetetlen érdemei vannak. Lényeg az, hogy, hogy megszerezte ezt a támogatást, és ilyen módon nem részletenként, hanem egybe az egész, úgy, ahogy van megépülhetett. Végül is másfél év alatt épült fel a, az együttes, és amire az előbb céloztam, ugye, mikor már élesre fordult a helyzet, akkor, akkor jobban érdekelték őket a dolgok. Igazából akkor kezdték őket érdekelni a dolgok, amikor már épült a ház. Mert kiderült, hogy nagyon sok mindent nem pontosan értettek a tervekből. Tehát volt egy ilyen naív, naív jóhiszemű hozzáállás, de amikor valamiről kiderült, hogy ez egy nyersbeton dolog, és ez nem lesz levakolva, meg nem lesz beburkóva, akkor nagyon tágra nyílt a szemük, és elég hosszú ideig, elég hosszú időbe telt, mire azt mondták, nagyon rendben van, akkor maradhat így. Úgyhogy, úgyhogy azért voltak küzdelmek, de, de tulajdonképpen ezek a, ezek a kisebb harcok mondjuk eltörpülnek amellett a mondjuk több éves tényleg szoros együtt dolgozás mellett, ami jellemezte a munkánkat. Most nem árulok el nagy egy titkot, hogy mi készítettünk egy forgatókönyvet, hogy és végig gondoltuk, hogy hogy zajlik a beszélgetés, de azért most nekem egy nagy dolog eszembe jutott. Hát lehet, hogy jó lenne, hogyha a, a végére szánt Szent Kuti bemutatást azért hoznánk előre, Hát Szent Ferenccel kell kezdeni, aki, ö, tehát most ezt nem, nem, mondom el az egészet, de nagyon fontos a Ferenceseknél a természet közelség. Tehát ha valaki járt mondjuk Olaszországban ilyen helyeken, akkor pontosan tudja, hogy miről beszélek. És Kut tipikusan egy ilyen hely, ahol, ahol, a természet közelség egy, egy ilyen abszolút meghatározó dolog. Tehát ezzel ezzel foglalkozni az egy ilyen fő, fő ügy volt a részünkről. Ez a régi állapotról egy régi fotó, az újról még legalábbis nekem nincsen. Na most, hát most egy nagyobb tépünk, ez a kiviteri terv szállítás előtt a, az irodánkba. Elképesztő mennyiségű terv készült. Szóval mi mikor ezt mi nem, nem gondoltuk, hogy mekkora meló ez ugye nem csak az épületekről van szó, hanem rengeteg szabadtéri dolog, hidak, patakmeder, támfal, millió dolog, majd valamit talán látok belőle. Ugye ezek a, <coughs> ezt a terveket kicsit megelőzi a, a, az az elmélyültebb ilyen személyes munka, amit ezek a vázlatfüzetek hát őriznek, én legalábbis így dolgozom, de hát gondolom a legtöbb építész így dolgozik, hogy egy ilyen munka alatt egy csomó ilyen füzetettel rajzol. A lényeg az, hogy ez lett az, ami megépült, és ahogy mondtam, nagyjából ez volt megrajzolva a nyolc a évvel ezelőtti elképzelésben is. Nagyon röviden végigjárjuk, így elindulunk, és az épületeket megmutatom néhány fotó erejéig. Hát erről már a bevezetőben meséltem, ez a, ez a épület. Itt meg kell említeni, itt van ez a buszfordulót körbevevő kolonád, és erről a térsorról nyílnak tulajdonképpen a különböző funkciók, mert ez már a valóság. Voltak fák, amiket meghagytunk a környéken, de minden cikkelynek a közepén ültettünk egy új fát, egy hársfát. Tehát hogy mondjuk egy tíz év múlva által lehet, lehet, látni ezt a... Ugye ez pont a fordítottja annak, amit építészek szoktak csinálni, például Finországból látni ilyen épületeket, hogy meghagyják a fát, és akkor a ház körbe öleli a fát. Itt, itt fordítva van, hogy építettünk egy ilyen cikkelyes házat, és a fókuszba beültettünk be egy-egy fát. És itt lehet látni a, az egyik legfontosabb elemét a, az egész épülete gyütesnek ez a, ez a szőnyeg. Ez ahogy beérünk az arándok helynek a területére, ez a kis kő, mint, tényleg mint egy szőnyeg, végigborítja az egész területet, itt sok, sok ezer négyzetméterről van szó. Ezt másfél éven keresztül egy brigád reggeltől estig rakta. Nagy harc volt érte, ezt nagyon nem akarta a kivitelező, egyből előálltak, hogy ez legyen viakolor, meg beton, meg mindenféle, de hát szerencsére a ferencesek itt mellém álltak. Például ezek az oszlopok nyers betonok, ez, ez, sokáig várták, hogy mikor lesz levakolva, de hát sikerült elérnem, hogy, hogy nem még néhány kép, és akkor itt szót kell ejteni ezekről a utcabútorokról. Ez például Fatima jött lett. Ugye egy ilyen helyen mindig probléma, hogy le, sok öreg van, és le akarnak ülni. Meg nem csak le akarnak ülni, hanem szeretnének uzsonázni. És ezek kiváló helyek. Ha majd nagyok lesznek a fák, akkor ténylegesen árnyékot adnak ezek a fák. És Fatimában pont ez van, ott mondjuk őrült meleg van, és akkor itt egy ilyen nagy koron alatt itt ülnek az öregasszonyok, és eszik a szendvicsüket. És akkor ez már a, a szabadtéri miséző helyről egy kép. Most itt egy nagyon vitatott dolog látható. Ebben a barlangban egészen a másfél évvel ezelőtti állapotokig Szűz Mária szobra volt látható Bernadettel, ugye Lourdesban is volt egy ilyen Mária jelenés, és ennek a leképezése volt itt látható. Tehát úgy kezdődött, hogy Peregrin atya beleszeretett Marko Rupnik mozaik művészbe, aki egy szlovén származású, de Rómában élő jezsuita szerzetes, amúgy meg elég jó művész, és mindenképpen azt akarta, hogy Szent Kuton is legyen munkája a pasasnak, és akkor ő sokáig a gyontatúdvarba szerette volna, amit a templom mellett található, és hát hirtelen azt vizionáltam, hogy ez tulajdonképpen ez a barlang lehetne egy ilyen kézzelbeli templomnak az apszisa is. És ez nagyon megteszett Peregrinnek, és akkor onnantól kezdve már el volt döntve, hogy az abszisba lesz a mozaik, és akkor itt néhány kép, még közelebbi kép a padokról, itt is jól lehet látni ennek a burkolatnak az igényességét, és itt van maga a szobor, amit teljesen restauráltunk, de ez nagyjából a réginek a letisztítása és kiavítása volt. Röviden a bazilika teljesen újra lett építve, a padló teljesen kilett cserébe, itt teljesen össze volt töredezve a régi, nem eredeti, de régi padlóburkolat, itt egy teljesen világos, kemény mészkő burkolat készült. A régi nagy oltárépítményt eltávolítottuk, az oldaloltárakat kivitték. Tehát egy nagy kipucolás történt, amúgy a berendezéseket is mind mi terveztük. Ezek a padok is mind újra lettek gyártva, tehát itt rengeteg dolog. Itt van a a Madonnának, egy ilyen álmavilágító szobra tulajdonképpen. Van egy-két ilyen direkte beavatkozás a templom, például lett egy új gyontató fülke, ami itt látható a karzat alatt, ez viszonylag igényesen el is készült, és itt van a templom mellett, ugye itt van a gyontató udvar, és ez már, ez már a klauzúra, és itt a szerzeteseknek lett egy ilyen frankóterasz a, ez a klauzúra, ez például egy teljesen vadonatúj fa ugyanolyan vastag, erős gerendáka, mint a régi. Például ilyen részletek. a... Mondom, ez korábban egy ilyen dura betonozott udvar volt, most meg mészkő, fák körülvéve, rendes lépcsők. Úgyhogy ez elég kulturáltan néz ki, ennek a néhány részlete. És akkor itt már a gyontató udvarban is megjelentek a... A hála táblák vannak ilyen megható dolgok, hogy tehát azért mondom ezt így, kontroll nélkül hozzák az emberek a táblákat, tehát itt nagyon sok egyszerű ember megfordul, de hát ez teljesen természetes. Na, és akkor ez az a belső udvar a templom mögött, ami a saját kertjük középen természetesen egy csobogókúttal, nagyon fontos dolog, hogy ez egy deszkafallal körülvett építmény, tehát itt a erdő közelsége miatt ezt gondoltam helyén valónak, hogy barokk épület mellett nem építünk téglából a falakat, hanem ez legyen egy ilyen inkább, inkább, hogy az erdő világához kapcsolódó dolog. Több helyen volt ilyen, hogy sikerült fát megtartani az épület közelébe, itt is ebben a kerengőben az egyik fát hát nagy komoly fenyőd körbevettük a házzal. Ez persze nem az én eredeti ötletem, például a Velencé Bénáré területein, a skandináv pavilonban van erre egy gyönyörű példa. Sverefen kolléga csinálta ezt a fantasztikus építményt. Ugrunk egyet, ez már a Zarándokház, ebbe átnyúlik egy kicsit a klauzúra, ez a Ferencesek saját könyvtára, itt ablakok helyén ilyen francia elkészerű mély ablakokat csináltunk, amik előtt ilyen spalettákat lehet behúzni, ugye ez egy déli homlokzat. Egy részlete ugyanennek a zarándokháznak. Egy komoly étterem terasz csatlakozik még a, a zarándokházhoz. Ezt aki oda megy mindenkinek ajánlom, ez egy nagyon jó, jó kis hely itt ezen a épület. És ott hátul lehet már látni az északi épület szárnyat. Ez, egy, ez a patakmeder, ugye itt jobbra látni a Kerengő udvarnak a hátát, és itt meg a patakmeder korlátjait, és akkor egy rövid kitérő erre a nagy kígyóra, amit már említettem, hogy ez az a legnagyobb dilemma, hogy ezt a több ezer négyzetméteres programot hogy rejtsük el, és ennek az inspirációja tömpen ez a földrepedés volt, ami ténylegesen így, így képzeltem el, hogy ugye itt a hegy lábánál vagyunk, és mintha egy ilyen földrengésben megrepett volna a, föld, és a, ebben, a, ebben a kis hasadékban jelenik meg csak ez az építmény. Ugye ezek itt mind zöldetős dolgok, itt meg lent rét van, tehát tényleg a táj van megszakítva ezzel a cikk vonallal végfut egy fatornác az egész körül, egy részben közlekedők, részben vannak olyan helyek, ahol ilyen nagyobb térbűvő lehet, például az étteremnek a, van egy ilyen külső terasza. Ide föl lehet egyébként jönni, tehát ez itt eléggé ki van gondolva, hogy itt nem esnek le az emberek. Itt szellőzők és felülvilágítók dobozai láthatók még. Ha itt rendesen lejön majd az erdőből a növényzet, akkor még inkább egy ilyen organikusabb viszony keletkezik az alsó és a főső táj darab között. Körülbelül ezt látják a szarvasok meg a vaddisznók, hogyha lejönnek az erdőből. Ez már a lenti rétről kínálkozó látvány. Ez a főső leghosszabb szállásszárny. Itt már egész nagy ilyen 12-14 fős szobák vannak. És hát... Ilyen, 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 csap, ilyen csapatokkal küzdöttük végig az építést. Ők a kedvenceim voltak, egy erdélyi társaság, a Karetka Jánossal az élén. Hát nem ez a védősi, sakos, overálos, svéd munkás csapat, de, de az egész szívüket oda tették. Tehát hihetetlen, mit melóztak ezek az emberek ez alatt a másfél év alatt, úgyhogy... Ezzel zárnám ezt a rövid ismertetést. Akkor megköszönjük a részvételt és Tamásnak a beszámolót.